Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Október 17-e hétfő van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Megalakulásának 33. évében emlékkövet állítatott a győri erdélyi kör a Rózsák terén. Az emlékművet a polgármester is támogatta, aki korábban az Egyesület kiadványát is finanszírozta. Women is Tech néven indult országos programsorozata a Mobilis élményközpontban. Az úgynevezett zöldmérnökök szakkör sorozat lényege, hogy a hölgyek számára is vonzóvá tegyék a mérnöki szakmát. Pártpolitika mentes megmozdulást tartottak a Révai gimnázium tanárai és diákjai az oktatásügy érdekében. A mintegy 5000 tiltakozó kora reggel a Szent István úton demonstrált. A győri erdélyi kör megalakulásának 33. évében emlékkövet állítatott a tagság és támogatóik a Rózsák terén. Az emlékművet dr. Dézsi Csaba András polgármester is támogatta, sőt az Egyesület kiadványát is finanszírozta korábban. Az 1989-ben alakult győri erdélyi kör volt az első, amit sorra követtek a többiek szerte az országban. A Romániából menekült, áttelepült, gyökerüket vesztett erdélyek és az őket segíteni akaró anyaországiak régóta dédelgetett álma volt egy olyan hely kialakítása a városban, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek vagy megemlékezhetnek szülőföldjükről. Pintye Tamás, a győri erdélyi kör elnöke és dr. Dézsi Csaba András polgármester leplezték le az Egyesület megalakulásának 33. évében a Rózsák terén felállított emlékkövet pénteken. Az erdélyi kör régi vágya volt egy olyan hely kialakítása a városban, ahol találkozhatnak, emlékezhetnek és gyertyát is gyújthatnak. Az Egyesület elnöke beszédében meghatottan mondta, hogy Győrben otthonra találtak. Nem mentünk nyugatra meggazdagodni, hanem itt maradtunk, magyaroknak maradni, gyermekeinket az anyaországban felnevelni. Magunkkal hoztuk értékeinket, hagyományainkat, szakmáinkat, tudásunkat, és mindezt az új haza érdekében akartuk és akarjuk felhasználni. Magyarország elsőként bejegyzett Erdély Egyesülete, a Győri Erdély Kör 2019-ben volt 30 éves, a jubileumot igyekeztünk méltóképpen megünnepelni, és azt egy fotókkal teli jubileum kiadványal koronáztunk meg. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy kényesen ügyeltem arra, hogy a győri erdélyi körben 30 év alatt tevékenykedő összes vezetőségi tagokat és azoknak a neveit megörökítsem. Ahogyan a kiadványunk címe, voltunk, leszünk, is kifejezi, szilárd bennünk a belső kényszer, hogy nyomot hagyjunk magunk után. A polgármester édesapja is Erdélyből származik, így régóta szívügyének érzi a határon túli magyarok sorsát. Győrben úgy gondolom, hogy az elmúlt éveknek a történései azok azt bizonyítják, hogy Győr város vezetése az ország vezetéséhez hasonlóan magyar nemzetben gondolkodik, magyar nemzetben gondolkodunk. Ennek az egyik példája, mert ugye beszélni azt lehet, de cselekedni is kell, az, hogy két testvérvárosunk lett az elmúlt két évben. Az egyik Dunaszerdahely, a másik pedig Csíkszereda. Dr. Dézsi Csaba András személyesen támogatta az erdélyi kör 30 éves jubileumának kiadványát. Szerinte példaértékű a szervezet munkája, melynek célja az erdélyi magyarság értékeinek és hagyományainak megőrzése és tisztelete az anyaországban. Én abban bízok, hogy nem lesz háború, és nem terjed ki ránk ez a háború. És nyilván, mint magyar ember, abban is bízok, hogy természetesen, hogy egyszer lesz még nagy Magyarország, hogy egyszer lesz még Magyarország nagy, de mindenképpen a legfontosabb a béke. És ha ezt a békét fizikailag értjük, akkor nagyon fontos az, hogy a lelkünkben is legyen béke, ne csak fizikailag legyen béke. És nagyon fontos az, hogy ebben a békében tudjon a magyarság, mint nemzet együtt működni, együtt lélegezni egymással minden nemzet test része, és akkor egy egészséges szervezet, egy egészséges testé válik, és az ereje Európában és a világban ez legalább akkor lesz, mint hogyha
a határok is egybe folynának közigazgatás szempontjából is, nem csak a sorompók eltűnésével. Az avatáson több vers is felcsendült, de néptáncosok is felléptek, továbbá egy kórus is énekelt az ünneplőknek. A követ Szakács Sándor református lelkész áldotta meg. Mennyei édesatyánk, mindenható Istenünk, áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, hogy itt ebben az órában előtted állhatunk. A 3 tonnás emlékkövön a térképek mellett egy Vas Albert idézet is látható, továbbá oldalára a támogatók nevei kerültek. Az ünnepség végén meg is koszorúzták a követ. Emléktáblát avattak dr. Dékán Sándor, a Pécs Aladár Egyetemi Oktatókórház baleseti sebészeti osztálya egykori vezetője tiszteletére. A főorvos 2018-ban hunyt el, nem sokkal távozása után szerették volna felavatni a tiszteletére készített táblát, de a koronavírus járvány közbeszólt. Mostanra viszont nem volt akadálya a tábla kihelyezésének és leleplezésének. A katonai sebészet kiválóságára a Magyar Traumatológus Társaság kihelyezett vezetőségi ülésével egybekötve emlékezett, amire a sebész özvegye és családja is meghívást kapott. Dr. Gunter Tibor vezető főorvos és dr. Dékány Sándorné, az orvos legenda özvegye, közösen leplezték le a sebész főorvos tiszteletére állított márványtáblát a Pécs Aladár Egyetemi Oktatókórház C1-es épületének első emeletén szombaton. Dékány Sándor főorvos úr akkor, amikor a Győri Kórházban a Magyar Honvédség 6-os számú katonai kórháza megalapításra került, akkor került ide Győrbe Budapestről, és egy klasszikus nagy traumatológiai osztály megalapítását köszönhetjük neki. Iskolateremtő munkássága volt, és hát a katonai sebészetben is, mint ahogy ezt hallhattuk az előadásokban is, nagyon nagy dolgokat vitt véghez. A katonai sebészet kiválóságára a Magyar Traumatológus Társaság kihelyezett vezetőségi ülésével egybekötve emlékeztek. Özvegye alig találta a szavakat a meghatottságtól. Borzasztó nagy öröm, és hogy tényleg ennyire becsülték, tisztelték, ennyi év után is ilyen sokan emlékezek rá. Fantasztikus élmény. Nyilván boldog házasságban éltek, de hogy mi az, amit a férjéből orvosként ki tudna emelni? Milyen volt ő a betegekkel? Milyen volt ő a hivatással? Hát mondanom se kell, a férjemnek szerintem két nagy szerelme volt. Hát egyik a szakmája, a természetes, a másik meg talán a családja. Nagyon jó. Hát több mint 18 évet éltünk együtt, gondolom ez is bizonyítja, hogy jól megvoltunk egymással. Mondhatom, hogy jóban, rosszban, mert megjárta a Vietnámt, már akkor én voltam, megjárta Jement, az öbölháborút. Egyedül a fiammal 4 hónapos terhes múltam, mikor ő elment, 1 éves volt, mikor hazaérkezett. Dr. Dékány Sándor 1982-től vezette a baleseti osztályt, majd ugyanitt 2 évvel később már főorvosként állt a traumatológia élén. Katonaorvosként gyógyított Vietnámban, Szaúd-Arábiában és Jemenben is. Pályafutása során 8 alkalommal részesült katonai kitüntetésben. Women in Tech néven indult országos programsorozat a Széchenyi István Egyetemhez szorosan kapcsolódó Győri Mobilis Interaktív és Élményközpontban. Az úgynevezett zöld mérnökök szakkör sorozat lényege, hogy a mérnöki szakmát, valamint az infokommunikációt vonzóvá tegyék a pályaválasztás előtt álló fiatal hölgyek számára. A Mobilis egy infokommunikációs eszközöket és telefonokat gyártó cég ötlete alapján ad otthont elsőként városunkban a 6 alkalomból álló workshopoknak. Érdeklődően figyeltek a fiatal hölgyek a Mobilisban szombat reggel. Az egyetemhez tartozó Mobilis egy infokommunikációs és telefonokat is gyártó céggel közösen arra szeretné ösztönözni a lányokat, hogy válasszák a mérnöki szakmát. A Mobilisban egy zöld mérnökök szakkörsorozat, foglalkozássorozat indul, aminek az a célja, amit hát hallunk és látunk
a trendekben, hogy még több mérnök legyen ezeken a területeken. Nem csak az IT területén nyilván, hanem minden olyan technológiával kapcsolatos területen, ahol hát fontos az, hogy hölgyek is bevonódjanak. Nagyon fontosnak tartja a Huawei is, és a Mobilis is, hogy ezek a mérnöki területek ne csak fiúk, férfiak számára legyenek izgalmasak és érdekesek, és szeretnénk most bebizonyítani egy ilyen foglalkozás sorozat keretében, hogy ezek a mérnöki területek igenis izgalmasak lehetnek lányok számára is. A programokon 10-12 fős csoportokban tanulhatnak a lányok, a cél, hogy földi környezetben okos és zöld megoldásokat fejlesztenek, melyeket majdnem földi körülmények között ki is próbálhatnak. A résztvevők egy tudományos projekt keretében többek között megismerhetik a folyamattervezést és irányítást, a kihívást jelentő műszaki feladatokat és a csapatban gondolkodást, amelyek révén közelebb kerülhetnek napjaink digitális mérnöki szerepeihez. Az első alkalommal, azaz szombaton körbevezették a csapatot a Mobilisban, kipróbálhatták a lányok például a 3D nyomtatást, de még forraszthattak is. Mérnök hiány van mindenhol, és ezért globálisan kitűzte céljául, hogy a lányok körében is népszerűsíteni fogja ezt a szakmát, azért, mert hogy ez nem egy száraz, unalmas és csak kockafejűeknek való foglalkozás lenne, hanem hogy ebben igenis nagyon menőket lehet csinálni, és attól még valaki vígan maradhat, bakfis és jókedvű azért, mert mondjuk programozással foglalkozik. Úgyhogy ezzel próbáljuk mi igazából elérni, hogy többen jelentkezzenek mérnököknek az egyetemen, és hogy a lányok minél inkább érezzék azt, hogy ez tényleg nem egy nagyon elvont, nem földi szakma lenne. Ez az érdeke hosszú távon igazából a vállalatnak, és ezért indítottuk el ezt itt Magyarországon is, ezt a Women in Tech társadalmi programunkat. Ez az első állomás itt Győrbe, tehát itt kezdjük meg ezt az országos programot. A 6 alkalomból álló program sorozatra korábban kellett regisztrálnia a résztvevőknek, de nem elképzelhetetlen, hogy Győrben lesz még lehetőség hasonlóra. Városunkat követően Budapesten, Kecskeméten és Oroszlányban is lesz Women in Tech, a fiatal hölgyek pedig a workshopok keretein belül egy gyárlátogatáson is részt vehetnek majd. Pártpolitika mentes demonstrációt hirdetett hétfő reggelre a Révai Miklós gimnázium. A Szent István út belváros felé eső járdáját és az utca szélső sávját teljesen megtöltötték a tanárok, a diákok és a szimpatizánsok, akik mintegy fél ezren emelték fel szavukat az oktatásügy szerintük tarthatatlan helyzete miatt. A demonstrálók azt mondták, komoly létszámhiány van, ezért túlterheltek a pedagógusok, sok az idős tanár, utánpótlás pedig nincs. Az akció ideje alatt az autósok többsége dudálással fejezte ki szolidaritását a demonstrálókkal. Kollégák, itt vagytok? Itt vagyunk! Diákok, itt vagytok? Itt vagyunk! Szülők, itt vagytok? Itt vagyunk! Te meg én, ugye szét soha nem szakadunk, ugye? Szét soha nem szakadunk. Miért élnénk, ha nem egy álomért? Teljesen megtelt a Szent István út belváros felé eső járdája és a szélső sáv is demonstrálókkal. Előre bejelentett szakmai tiltakozást tartottak a belvárosban. Direkt munkaidőn kívül reggel 7 és 7 óra 45 perc között gyűltek össze a révai tanárok és diákok, de más iskolákból is sokan jöttek, hogy felemeljék szavukat az oktatásügy érdekében. Sok a probléma a hazai oktatásban, erről beszélt a Győr Plusznak a demonstráció főszervezője. Bence Kinga kiemelte, pártpolitikától teljesen mentes tiltakozást szerveztek, mert úgy érzik, beszélni kell a problémákról, és tenni kell azok megoldásáért. Igen, a cél az ez volt, hogy pártpolitika mentesen, szakmai síkról megközelítve hívjuk fel a figyelmét a társadalomnak arra, hogy súlyos gondok vannak az oktatásban. És akik itt vagyunk, tanárok, szülők, diákok, mi ezt érezzük napi szinten, és szeretnénk tudatosítani ezt a többi emberbe is, hogy szükség van a változásra. A főszervező szerint a létszámhiány csak a jéghegy csúcsa, de ha sürgősen nem teszik vonzóvá a tanári pályát, és nem javítanak az oktatás körülményein, nem lesz, aki felnevelje a jövő generációját. A munkaterhek, tanulói terhek, biztos, hogy ez az első, ami
változtatni kellene. Természetesen változtatni kellene ugye itt a béreken is. Ez valahol előszerepel, nem csak rólunk és nem csak miattunk szól ez a dolog, hanem az utánpótlásról is. Tehát jelenleg tanárképzésben, ha jól tudom, akkor nem akarok számot mondani, de 3000 ember körülbelül, aki elkezdte a tanárképzést. És ők, amire belépnek a pályára, addigra annyian mennek már nyugdíjba, hogy ez nem lesz elég. Vonzóvá kell tenni ezt a pályát. A mi tantestületünkben én a 42 évemmel fiatalnak számítok. Tehát nálam 3-4 fiatalabb kolléga van, 30-en aluli pedig 2. És ennek a diákságnak szerintem rájuk van elsősorban szüksége, hogy lássák azt, hogy milyen egy fiatal ember, egy fiatal nő, férfi ma, milyen tanárnak, ők vannak hozzájuk legközelebb. A végig jó hangulatú és rendkívül fegyelmezett demonstráció 3:48-kor zárult, addig az arra haladó autósok többsége dudálással fejezte ki szolidaritását a tiltakozókkal. Aztán 8-kor már a szokásos rendben kezdődött meg a tanítás a Révaiban, ugyanúgy, mint az összes többi oktatási intézményben, az egész országban. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Győri indulója is lesz az idei Budapest-Bamako rallinak. A sivatagi versenynek Garai Zsófia már harmadszor, míg Nagy Orsolya először vág neki. A résztvevőknek összesen 9400 kilométert kell teljesíteniük. A győri páros a túra kategóriában versenyez, és a tervek szerint 7000 kilométert fog autózni. A lelkes indulók a start előtti nap reggelét a Győr Plusz székházában töltötték, és híradónak is beszámoltak a legfontosabb tudnivalókról. A Győr Plusz székház mögé kanyarodik be a terepjáró. Ezzel az autóval vág neki Garai Zsófia és Nagy Orsolya a Dakar Rally szellemi örökösének, a Budapest-Bamako rallinak. A győri páros az indulás előtti nap a Győr Plusz rádió reggeli műsorában is vendégeskedett. Részletesen beszámoltak az előttük álló több mint 7000 kilométeres megmérettetésről. A duóból Garai Zsófia már rutinos indulónak számít, neki már a harmadik sivatagi versenye lesz az idei. Mindig is szerettem az ilyen kalandtúrákat, vagy azokat az utazásokat, amikor megtapasztalod őszintén, hogy milyen az az ország, ahova mész, nem pedig egy szervezett úttal. Én előtte a Himalájára is így jártam, és egy ilyen teljesen véletlen megkeresés volt nekem 2018-ban, hogy lenne kedvem elmenni, és hát persze, előtte jöttem meg pont Tibetből, és akkor mondtam, menjünk, Afrikában még nem voltam, és szerelem lett. Tehát, hogy maga az útvonal, maga az esemény, maga Afrika egy nagyon-nagyon különleges világ és különleges hely. Ez pedig hozzá, hogy így egyedül megvalósítani, végigcsinálni ketten egy csapatként, ez pedig kihívás. Első bálozó lesz azonban Nagy Orsolya, aki nagy lelkesedéssel vág neki a kalannak. Zsófi versenytársa első szóra igent mondott a felkérésre, és nagyon izgatott a versenyt illetően. Én követtem Zsófinak a kalandjait, mind a kettőt, és én már akkor belelkesedtem, hogy ez hogy történhet meg, hogy én otthonról követem, és nem én ülök az ülés, a másik ülésbe. És volt rá lehetőség, és azonnal igent mondtam. És nagyon, nagyon boldog vagyok, nagyon-nagyon várom, nagyon izgatott vagyok. Orsi hozzátette, jót fog tenni számukra egy kis környezetváltozás, egy más kultúra megismerése. Biztos, hogy átértékelődik az életünk. Visszaveszünk egy kicsit, elgondolkodunk. Túl sok, ami már itt van körülöttünk. És ez tényleg mindenkinek jó lenne, egy ilyen kis visszacsendesedés. Egy kis ilyen média detox is biztos, hogy jól fog jönni, nem mindenhol lesz netünk. Van, amikor egy-két napig nem tudunk hírt adni magunkról, de, és akkor izgulnak a barátok, családok, de biztos, hogy nagyon jó lesz. Ez a két nagy kék táska, ebben a legtöbb helyet foglalja, az a két nagy adomány táskánk, ebben vannak az iskolaszerek, ez onnan lentről egészen eddig tart. Ez egy sátor, ott a másik sátor, hálózsákok, önfelfújó, kézitáska, kettő nagy túrazsák van, egy nekem, meg pedig az Orsinak, 40 liter plusz üzemanyag, kávék, kempingfelszerelés. A jól megrakott csomagtartó tartalmát mutatja be a kamerának Zsófi, egy tűt sem lehetne leejteni a hatalmas csomagtérben. Az ellátmány a sátrak és a ruhák mellett rengeteg adomány is helyet kapott hátul, hiszen útjuk során afrikai gyerekeknek, iskoláknak osztanak hasznos eszközöket, ruhaneműket. Tele vagyunk adománnyal, a kocsinak a fele az adomány, egy negyed része a felszerelés, és több mint egy négy része a felszerelés, és egy nyolcad része a saját cuccunk.
gyerekeknek, iskoláknak gyűjtöttünk, tanszereket nagyon sokat viszünk, illetve gyerekcuccokat, amikkel készültünk. Mint látjátok, elég kicsi a kocsi. Sokkal több adományt gyűjtöttünk össze, mint amit el tudunk vinni. Arra azt döntöttük, hogy a gyerekeknek visszük és az iskoláknak. A Budapest-Bamako-sivatagi rally hivatalosan március 18-án rajtolt volna a magyar fővárosból, de a Covid-járvány miatt októberig halasztották az indulást. A 40 ország 700 versenyzőjéből álló mezőny a start után 25 nap múlva Sierra Leone-ben fut majd be a célba, remélhetőleg a győri párossal a soraiban. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, kedden este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.